Sziasztok, Biszegyek, és a mai Specialist bemutatóban a Hive-ról lesz szó, amelyről sok embernek a kempelés jut eszébe, és igazából teljesen igaza van, nem feltétlen azért, mert gyakorlatilag egy Claymore vetőről beszélhetünk, amivel fedezhetjük a kedvességünket, viszont maga a játék is kényszerít rá, hogy kempeljünk a képességgel, ugyanis amint meghalunk, a CCL csapdaink azonnal megsemmisülnek, illetve egy jó tanács, aki használná a képességet, hogy Hive használata utáni halálunknál nézzük végig a kékemet, ugyanis az alatt az időtartam alatt még aktívak a csapdáink. Tehát ha betöltött a képességünk és setupoljuk a csapdákat, akkor egyszerűen muszáj kempelni. Nem azért, mert szeretnénk, hanem azért, mert egyszerűen ölni akarunk a Hive-val, hisz ezt használjuk, ez a specialink. Mások pedig Purifier-re rohangálnak és ölnek tonna szám vagy Reaper Sight-a, addig nekünk ott van szaros Hive, és ha meghalunk, akkor nem ér semmit, tehát életbe kell maradni ahhoz, hogy öljünk is vele. Ahhoz pedig a legegyszerűbb mód a kempelés. És őszintén szólva, én nagyon pozitívan csalódtam a Hive-ban, ugyanis a beta fázisban nagyon OP-nak éreztem ezt a képességet, de őszintén belegondolva, az egyik legbalanszosabb képesség. Nagyon ritkán halok meg miatta, mert lehet hallani, hogy hol használja az enemy, illetve csak meg kell ölni a gazdáját, hogy counteröljük az összes Hive bombát, plusz sok képességgel ki lehet játszani, legyen az Heat Wave, meg lehet ölni a bogarakat, ha halljuk, hogyha a csapda aktiválódott, glitch-el is lehet ellene védekezni, illetve overdrive képességgel meg szimplán lefutjuk a kis nano cecelégy robot bogarakat, illetve bizonyos helyzetekben szimplán csak le lehet futni semmi extra nélkül, tehát hogy simán lefutok egy-egy bombát, úgyhogy észre se veszem, csak hallom, hogy aktiválódott, aztán nem haltam meg. Bizonyos helyzetekben, például ha tudjuk, hogy ott kempel valaki Hive-val, minél lassabban közelítjük meg azt az adott helyszínt, annál kisebb az esélye rá, hogy aktiválódik a csapda. Ugyanis ilyenkor, ha minél lassabban közelítünk meg egy-egy adott csapdát, még ha nem is látjuk, csak akkor aktiválódik, ha rálépünk fizikailag. De ha mellette nagyon-nagyon gyorsan elfutunk, akkor viszont sokkal nagyobb range-be aktiválódik az a adott bomba, viszont ilyenkor sokkal nagyobb az esély rá, hogy le is futjuk őket, hisz, mint mondottam, le lehet futni a csapdákat, de védekezhetünk ellene perkel is, engineer perkel láthatjuk falon át, gránáttal is kilőhetjük, effektíve fegyverrel is kilőhetjük, EMP taktikállal is semlegesíthetjük őket, trophy systemmel is, tehát rengeteg eszköz áll rendelkezésünkre, hogy ne halljunk meg a Hive-ban. De, ha valaki jól használja a Hive-ot, és okos helyekre rakja a csapdákat, akkor viszonylag sokat lehet vele ölni, és területeket a saját irányításunk alá vonni, tehát anti-kempelésre is kiváló, természetesen nem szabad meghalni, hogy érjen valamit, de tényleg pozitív értelemben csalódtam a Hive-ban, mert rendkívül balanszos, mégis használható képességnek tartom, és annak is érzem. És érződik is rajta, hogy gondolkoztak a képességen, hogy ne arról szóljon az egész játék, hogy csapdákat kerülgessünk. És amikor én a Hive-ot használtam, rendkívül élveztem a játékot, vagyis inkább a kempelés egy új dimenziója nyílt meg előttem. Tényleg nagyon jól szórakoztam a Hive Guardian kombóval plusz LMG, hát fú, már gusztustalanul jól éreztem magam a kempelés posztján, és hát remélem nem adok most nektek ötleteket, mert iszonyan frusztráló lehet ez ellen játszani. Na mindegy, én élveztem, maradjunk ennyibe. A betöltődési ideje viszonylag sok, 5 perc TDM-ben, természetesen ha nem ölünk, illetve összesen 5 csapdát lőhetünk ki, viszont ha esetlegesen úgy alakulna, hogy egy adott életünkben többször is betöltődne a Hive, akkor sem lehetséges, hogy 5 csapdánál több legyen aktív a pályán, amit őszintén nem értek, mert viszonylag lassan töltődik be és könnyű counterölni, viszont meg kell érteni, hogy vannak PC és konzol közötti különbségek, ugyanis míg én gyakorlatilag istenítem a képességet a balansz miatt, mégsem érzem használhatatlannak, addig a konzolos játékosok inkább idegesítőnek találják és csak kempelésre használják, de én, mint említettem, remekül lehet bizonyos területeket kontroll alá vonni, mondjuk, hogy pont, hogy ne kempeljenek oda, és ezáltal ki lehet zárni a kempeléseket. De mondom, PC-n nagyon kevés Hive-tól lehet meghalni,
addig konzolon sokkal többen halnak meg hive-októl. PC-n 10 esetből mondjuk kétszer minimum lefutom a hive-ot, semmi extra. Addig konzolon az irányítás miatt ugyanabban a helyzetben 10-ből 10-szer meghalnak, mert kontrollerrel nem olyan mobilis az ember értelemszerűen. De mondom, én PC-s élmények miatt érzem úgy, hogy a Hive RAM kívül balanszos special képesség. Attól függetlenül nem fogom használni, mert nem annyira keltette fel a fantáziámat, de tisztában vagyok vele, hogy konzolon ez a képesség jóval idegesítőbb kontrollerrel nyújtotta a mobilitás miatt, vagy a standard FOV beállítás miatt, és esetlegesebb több kempelés miatt. Úgyhogy ennyit tudtam a Hive-ról nektek közölni. Sziasztok!